közös szövetségi rendszerben a DK, a Jobbik és a börtönviselt Kolompár Orbán. Néhány nappal ezelőtt látott napvilágot a hír, hogy a Demokratikus Koalíció választási szövetséget kötött Kolompár Orbánnal, és hát nyilván ennek a bősebb, nagyobb választási szövetségnek része a Jobbik is, így gyakorlatilag a Jobbik is azt mondja, hogy egy politikai platformra került Kolompár Orbánnal. Azzal a Kolompár Orbánnal, akit egyébként eddig a bíróság háromszor ítélt el orvhalászatért, garázdaságért és gazdasági bűncselekményért. A magyar közmondás jut az eszembe, madarat tolláról, ember barátjáról. Viszont azt gondolom, hogy két nagyon fontos dologra is rávilágít ez a tényező. A egyik az, hogy nem csak a Fidesznek van farkas flóriánja, hanem most már a balliberális tömbnek is Kolompár Orbánja, és azok az emberek, akik nem értették azt, hogy az elmúlt 30 évben akár a balliberális kormányok, akár a Fidesz miért nem számolta fel a no-go-zónáknak a terjedését, most hát azért, mert bizony a no-go-zónákban nagy létszámú, könnyen befolyásolható választópolgárok élnek, és hát nyilván a Fidesz Farkas Flóriánnal, a balliberális tömb pedig Kolompár Orbánnal szeretné őket becsatornázni a saját maga rendszerébe. Az sem zavarja őket, hogy ezek az úri emberek finoman fogalmazva sem túl fedhetetlenek. A másik, ami szintén nagyon fontos tényező, 2022-ben az országgyűlési választásokon a magyar választókörön két út lesz. Az egyik oldalt a Fidesz és a balliberális tömb 30 éve tartó váltógazdálkodása jellemzi, Farkas Flóriánnal, Kolompár Orbánnal, és ezzel szemben a másik oldalon a Mi Hazánk mozgalom található, amelynek a polgármesterei most már nem csak, hogy évek óta, hanem lassan azt mondom, hogy ciklusok óta bizonyítják, hogy nap mint nap tisztességesen, korrupciós botrányoktól mentesen tudják a településeiket irányítani.